I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Arra vagyok, és most be fognak mutatni ezt a kocsit, ami az Enus Stafford névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Na, akkor armor, fék, motor. Hát arra nincs csak olyan tuningolási lehetőség, csak ugye az alapok nagyjából. Na, viszont library van rá. Már egy ilyen tízes, ugyanaz képben. Az azért érdekesen néz ki. De azt nem tetszik, hogy csak itt a közepét csinálja be az oldalát, aztán. Hú, ez nem néz ki rosszul. Ez teljesen jól néz ki szerintem. Nagyon ez. Hát akkor egy szint nyilván nem fogunk csinálni rá, felesleges. Csak hogy a belsőleg. A belsőleg szerintem legyen valami barna, mert a kocsinak a nagy része barna, ugye? Itt belülről. Szóval nyilván valami barna szín illene az autóhoz. Na ez még jól is néz ki. Akkor crew embléma. Leültetjük. Váltó. Turbo. Na felni, nem lowrider-es esetleg. Úgy illene hozzá. Na, ez még úgy, ahogy ezt adom. Hagyom piros felni most. Gomb füst, ez meg legyen kék. Na és akkor megyünk egy verseny, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez az autó. Na, akkor itt is vannánk a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Stafford. Ja, korábban mentem már itt a Shafter V12-vel, és azzal egy 42-es, vagy 42-8-as kör tudtam menni. Hát ez szerintem egyértelműen lassabb lesz. Hát ez rohadt lassú. Ja, és ezt ugye nem mondtam, hogy azért mondtam pont ezt az autót, ezt hasonlítottuk ugye erre. Ez az autó a sedan kategóriába tartozik. Én elsőre azt hittem, amikor megláttam, hogy ez egy sport klasszik, de nem. Hát a sedanba tartozik ez a képjármű. De hát ezt mondanám neki egy lassú is, kanyarodni jól kanyarodik, azt tegyük hozzá. Ez a jó pontja is van. De ugye egy kanyarodás az semmit nem ér, ha gyorsulás nagyon rossz. Meg hagyja a végsebesség is. Hát ez csak egy 54-es kör tudtam menni. Ezt versenyre egyértelműen nem ajánlom, pontosan 54-3. De ez versenyre nagyon nem lő. Kanyarodás sem az igazi. De az valamennyire tűrhető még. Van, ez rohadt lassú. A Sedan kategória, akkor Shafter V12 az egyértelmű. Viszont ennyit volna már ez a videó. Tetszett, akkor lájkol, direkt fel vagy kérdez a Twitch-en. Facebook oldalon minden ott a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!